Tavaszi első tétmeccsét szokatlan helyen Szolnokon a Tiszaligeti műfüves pályán játszotta a Törökszent Miklósi Futballklub Rákóczi Falva ellen. Az első játékrész kiegyenlített játékot hozott, bár valamivel többet forgott veszélyben a miklósiak kapuja. A második félidő ordító helyzetét Váradi Vilmos hagyta ki. A 80. percben a másodvirágzását élő Erdei Gábort cserélte be Gergely Mátyás, aki 3 perccel később góllal hálálta meg a bizalmat 1-0 Törökszent Miklós javára. A hajrában török kapuja előtt volt többet a labda, a 88. percben egy véleményes szituációt Mozsár játékvezető sípja állított meg, szabadrugást végezhetett el a Rákóczi falva a 16-os előteréből. A szabadrugáshoz Szoboszlai állt, aki a sorfal fölött a miklósi kapuba juttatta a labdát. A végeredmény Törökszent Miklósi FC Rákóczi falva ese 1-1. Hát a tavasz első mérkőzésén egy döntetlenre futotta. Az első játékrészben ugye nem volt gól, de talán a Rákóczinak több gólszerzési lehetősége volt. Hogy látod? Hát én úgy látom, hogy összességében egy kiegyenlített mérkőzés volt. Kevés helyzettel, sok kemény párharccal. Hát összességében azt mondom, hogy sajnálhatjuk, hogy a végén kiénekelték a sajtot a számból, mert egy perc a vége előtt kaptuk az egyenlítő gólt, úgyhogy sok időben nem volt válaszolni. Hát Vili előtt is volt a második fél időben egy ordító helyzet. Hát igen, azt gondoltam akkor, hogy szinte az meccslabda volt, mert egy-egyből lépett ki, hosszan szöktette magát, ráadásul belül érkeztek is, úgyhogy igen, ez egy nagyon nagy helyzet volt, sajnálom, hogy nem lett belőle gól. Aztán Erdei Gabi, mondhatni már, mint veterán lehetett volna a csapat nyerőembere. Jó húzás volt a cseréje, azt lehet mondani. Igen, terveztük is, hogy a Gabit beállítjuk az utolsó 10-15 percbe. Így is volt, mondom még egyszer, tervezve. Nehéz most úgy nyilatkozni, hogy érzelemmentesen, mert még a meccs hatás alatt vagyok, úgyhogy sajnálom, mondom még egyszer, hogy nem lett meg a 3 pont. Hát köszönjük szépen, és több sikert a folytatáshoz. Köszönjük szépen. A 17. forduló további eredményei: Karcak Fegyvernek 3-0, Szajol János Hida 2-1, Újszász Turkeve 0-2, Csépa Kisújszállás 3-1, Kunhegyes Tiszaföldvár 3-0, Jászárokszállás Jászfényszaru 2-2, Tiszafüred Kunszentmárton 6-1. Győzelmének köszönhetően a Szajol vette át a tabella vezetését, 37 pontjuk van, második a Tiszafüred szintén 37 ponttal, a pontokat vesztő Törökszent Miklós 33 ponttal a harmadik helyre csúszott vissza. A 18. fordulóban március 12-én szombaton 14:30-től Fegyvernek ellép pályára a Törökszent Miklósi Futballklub.